Kibővült, még színesebb programokkal ismét tavaszi fesztivál lesz Tatabányán március 17-től 30-áig. Sokkal gazdagabb, látványosabb, lehet mondani, hogy minden korosztályt megcélzó programot állítottunk össze. Vásári Tamás zongora estjével kezdjük a tavaszi fesztivált 17-én márciusban. Ekkor nyílik meg hivatalosan, és nyitja meg város polgármestere és Bencsik János képviselő ezt a több mint kéthetes programsorozatot. Aztán itt lesz Hobó, itt lesz Schneidberger Ferenc a tanítványaival együtt, itt lesznek a moszkvai szimfonikusok, lesz egy ír steptánc együttes, és különleges dolgok is lesznek a programban, mert hogy az utolsó három nap, az a tavaszi agóra napokat jelenti. Ugye minden évben a Vértes agórája megnyitásának évfordulóján csinálunk egy háromnapos happeninget. Ez ebben az évben beágyazódik a tavaszi fesztiválban. A zeneiskola Preludium címmel amolyan előkoncerteket is szervez világhírű muzsikusok közreműködésével. Ez egy nagyon véletlen lehetőségünk volt. Néhány kossuthdíjas művész felhívott telefonon, hogy szeretnék eljátszani a programjaikat mostanában, mert egy-egy nagyobb megmérettetés előtt állnak, és ebből aztán kikeregedett egy három koncertből álló sorozat, aminek azt a címet adtuk, hogy Preludium, az idei tatabányai tavaszi fesztivál előtti koncert. Sorozat. Nagyon örülünk neki, hiszen Szenthelyi Miklós, Szenthelyi Judit, Németh Géza kétszeres kossuthdíjas, Oncai Csaba kossuthdíjas, Gordonka művész, Kis Gyula Lisztia zongoraművész, és sorolhatjuk Jandó Jenő, szintén kossuthdíjas zongoraművész is vendége lesz ennek a sorozatnak. Nagyon-nagyon örülünk, hogy ezzel is hozzájárulhatunk a tavaszi fesztivál egyébként nagyon-nagyon szépen alakuló programjához. A Tatabányai Múzeumban eddig helyben soha nem látott kiállítással örvendeztetik meg a látogatókat. A Moson-Magyaróvári Hansági Múzeumból érkezik ide a Gyurkovics gyűjtemény. A 19-20. századi magyar festőktől összegyűjtött anyagáról van szó, ami eredetileg a Moson-Magyaróvári Csellei Házban látható. Ebből a gyűjteményből érkezik 70 kép, Munkácsitól Ripl Rónaig tart a sor, és nagyon sok a magyar képzőművészet jeleseit sorolhatnám most föl. Ilyen értékű és ilyen minőségű képanyag a Tatabányai Múzeumban eddig még nem volt. A rendezvények fő helyszínei, a Vértes agórája, a Tatabányai Múzeum, az Erkel Ferenc Zeneiskola és a Népház lesznek.